Szeretettel üdvözlöm nézőinket, jó napot kívánok! Bizonyára sokan kihasználták az ortodox pünkösdi szabadnapokat, s a változó időjárás ellenére kirándultak, pihennek a hosszú hétvégén. A gyerekek mától hivatalosan nyári vakációznak, kivéve a 8-osokat és a 12-eseket, akiknek sok sikert kívánunk az érettségihez, illetve a holnap kezdődő képességvizsgákhoz. Mi egy tartalmas adást kínálunk azoknak, akik ma a képernyők előtt lazítanak. A Magyar Feltalálók napján a ma is használt számjegyek Erdélybe kerüléséről szóló dokumentumfilm első részét láthatják, majd bemutatjuk Köllő Miklós műépítést. Tartsanak velünk! Napjainkban a számjegyek valósággal befurakodtak életünkbe. Sok mindent számokkal fejezünk ki, sok mindent számokban mérünk. Lehetnek olyanok is, akik úgy érezhetik, hogy talán már túl sok mindent is. Ha akarjuk, ha nem, a számok ott vannak körülöttünk, mindennapi életünk hozzátartozói. Milyenek voltak a ma is használt számjegyek ősei? Hol találjuk ezeket Erdély szerte? Ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat Miholcsa Gyula kétrészes dokumentumfilmje. Naponta használjuk a számokat, nem csak matematikusok, hanem mindenki. Annyira megszoktuk őket, hogy már el is felejtettük, mekkora találmány volt ez annak idején az emberiség számára. Mi volt előtte? Honnan és mikor? Hogyan kerültek be Erdélybe a ma is használt számjegyeink? Erre keresjük a választ régi könyvekben, régi templomokban. Európában a római birodalom honosította meg a mai értelemben vett közigazgatást, jogot, a különféle kultúrájú népcsoportokban, amelyeket leigázott. Így terjedtek el egész Európában az általuk használt római számok. A római számrendszer additív számábrázolási rendszer, ami annyit jelent, hogy a szám értékét a jelek összeadásából kapjuk. Például 1867 lesz 1000 plusz 800 plusz 60 plusz 2. Közben megszületett a Közel-Keleten a kereszténység, ami elterjedt egész Európában. A keresztény egyház hivatalos nyelve a latin lett, ezzel együtt átvették a római számírást is. Így a római birodalom bukása után is a római számjegyek voltak használatban az egész keresztény világban majdnem másfél évezredig. A római számokkal viszont nehezen lehetett számítási műveleteket végezni. Próbáljunk csak meg összeszorozni két római számot. Ezeket a műveleteket, amelyekre elsősorban az adószedőknek és a kereskedőknek volt szükségük, vagy fejben, vagy az ujjaikkal végezték. A következőket írja a tudományos gyűjtemény 1820-ban. A kéz ujjainak segítsége által kezdették az emberek a számvetést is. Amint, hogy még ma is, kik abban nem eléggé jártasok, ujjaikon vetnek fel valamit. Hogy lehetett a kézen számolni? Az úgynevezett regula pigrivel. Aki a 2x2-t, az 5x5-ig tudja, a többit az ujjain könnyen kicsinálhatja. Példának okáért azt akarom megtudni, hogy 6x8 mennyi? Ujjaimon így vetem fel. Elsőbben is egyik kezemen a 6-ot, másikon a 8-at csinálom ki, mely végre 5-ön kezdem a számlálást. 5-höz, hogy 6 legyen, kell 1, hogy pedig 8 legyen, kell 3. A B fogott ujjakat egymással sokszorozom. 2x4 az 8. A felemelt ujjak pedig mind 10-est jelentenek, és így a 4 felemelt ujjakból lesz 40.
Ehhez hozzáadván az elébbeni 8-at, kijön 48, azaz a 6x8 az 48. A görög matematika nem sokat segített a helyzeten, ugyanis az csak a mértan területén volt fejlett. A görögök még a matematikai számításokat is mértani módszerekre redukálták, és azokkal végezték el. Mivel a római számokkal nem lehetett matematikai műveleteket végezni, az abakuszt használták a számvetők, pénzváltók, kereskedők, adószedők. Az első évezred folyamán a keletről Erdélybe letelepülő magyarok a rovásírást hozták magukkal, és azt használták. Számjegyeiket is rovással írták, és érdekes módon nagyon hasonlít az ugyancsak Ázsiából jött etruszkok számjegyeihez. Ez is additív számírás volt. Amikor Szent István áttérítette a magyarokat a kereszténységre, egyúttal a pogányság írásmódját, a rovásírást is felváltotta a latin írásmóddal. Az Úr ezredik esztendejének október havában a 9. napon kiadott királyi parancs rendelte így. Második szilveszter pápa tanácsolása folytán határoztatott, hogy a magyarok, székelyek, hunok, valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk, jobbról balra való írás, pogány, rovásírás megszüntetődjék, és helyette latin betűk használtassanak. A beadott iratok és vésetek pedig tűzzel, vassal pusztítatsanak el, hogy ezek kiírtásával a pogányvallásra való emlékezés és visszavágyódás megszüntetődjék. Az állítólagos királyi rendelet ma is vitatott, ugyanis egyesek szerint hamisítvány. Tény, hogy az állami apparátus és az egyházi intézmények mindenhol áttértek a latin írásmódra, a római számokra. Ezeknek a nyomát lejük fel manapság is Erdélyben. A legkorábbi írott számjegyek, amiket Erdélyben találunk, az 1200-as évek végéről valók. Aranyos Gerenden, a mai gótikus templom helyén egy régebbi, kis templom állt. Itt a portikus falán van megörökítve egy kis kőtáblán a templom építésének éve római számjegyekkel részben. M, azaz 1000, CC, azaz 200, XC, vagyis százas előtte 10-es, az 90, és betűkkel kiírva, hogy no, vagyis hogy 9, latinul. A templom bejáratánál van még egy érdekesség, ami ugyanazt a kort idézi fel. A díszes románkori bejáraton egy érdekes faragványt látunk, egy tatár fejet, amely az 1200-as évek több tatár járására emlékeztet. De bent még nagyobb meglepetés vár ránk. Ehhez a kis négyzet alakú kápolnához István pap egy sekrestyét építetett. Az ajtó szemöldökén, ez volt a sekrestye ajtó, megörökítette az építés évét. Istam kameram, ezt a kamrácskát, edifikávit építette, Stefas, rövidítve van azt, hogy Stefanus, sacerdos, azaz pap, anno domini, itt van egy római M, vagyis 1000, CC 200, XC, vagyis 90, 1290 csupa római számjegyekkel. Meglehet, hogy ez a legrégebbi kőbevésett évszám,
amit erdélyi templomban találunk. Egy másik régi évszám ónba öntve maradt meg. Hodgyán, a templomban volt egy régi kehely. Orbán Balázs lefényképezte és lerajzolta. Itt látható az évszám. MCCC, azaz 1300. A kehely már nincs meg. A háborúban elpusztult. 1358-ban fejezte be Kál Timárk a híres képes krónikát, a Kronika Piktát. A benne levő évszámok, mint például ez az 1330-as, mind római számjegyekkel vannak írva. Hogy meg lehessen különböztetni a számokat jelentő betűket a többi betűtől, egy kis karikát rajzolt föléjük. Alcina Nagyszebentől 35 kilométerre a Hortobágy patak mentén fekszik. Temploma a 13. században épült. Az alcinai evangélikus templomban vagyunk, amely eredetileg háromhajós, romanikus bazilika volt, majd átépítették gótikus stílusban. A keresztelő medencéjére a készítési évszámot is felvezették MCCCCIIII, azaz 1404. Ez még a nyomda feltalálása előtti kor, nem csoda, hogy a római számjegyeket használják. Érdekes, hogy a 400-at nem a római számírásnál megszokott kivonásos módszerrel írják, vagyis az 500-as előtt egy 100-as, azaz CD, hanem az összeadásos módszerrel, 4 darab 100-as egymás után. Szomorú évforduló ez most a film forgatásakor. Éppen 20 éve lopták el ezt a gyönyörű bronz keresztelő medencét, amely itt állt e mostani fehér helyén. Egy másik nagyon korai írott évszám a Küküllővári református templom harangján van. Ez tulajdonképpen a legrégebbi évszámmal feliratozott harang Erdélyben. Itt látható az évszám millesimo, azaz 1000, CCCC, azaz 400, X és VII, azaz 1417. A Sóvidéken található a katolikus lakosságú agyha. Templomának harangja az 1867-es tűzvészben semmisült meg. Orbán Balázs néhány évvel azelőtt járt ott, és lerajzolta a harang feliratát, hiszen még akkor is igen régi harangnak számított, 1437. Az ezres nem M betű, hanem ki van írva, millesimo. Segesváron, a várban telepedett meg a dominikánus rend. A kolostor mellé épült templomot 1551-ben fejezték be. Segesvár 13. századi kolostor templomában találhatunk egy keresztelő medencét. Nem ez volt az eredeti helye, és a szakirodalom is, meg a templom gondnokai is úgy tudják, hogy 1440-ben öntötték. Hát az, hogy Anno Domini, az jól olvasható, de ezután valami más következik. MCCCC, vagyis 1400, XI, vagyis 11. Nem 1440. Ha viszont ezt az I betűt inkább L betűnek tekintenénk, ez a kis kiálló szög nem díszítés lenne, hanem az L betű talpa, akkor valóban XL, ami 40 lenne. Kolozsmonostor ma már Kolozsvárhoz tartozik. A régi templomát sokszor átépítették, míg a mai formája lett. A déli falon van egy régi napóra, csupa latin betűkkel és római számokkal. Nagyon nehéz kiolvasni az évszámot, amely valószínűleg rövidítve is van.
A szakemberek szerint 1449, így ez tekinthető a legrégebbi funkcionális, nem múzeumban levő napórának Erdélyben. A gernyeszegi református templom harangja is a 15. századból való. 1456-ban öntötték, abban az évben, amikor Calixtus pápa kiadta a bullát a déli harangszóra. Hess András 1473-ban adta ki a Kronika Hungarorumot, ismertebb nevén a Budai Krónikát. A munkája végén római számokkal írta be a kiadás évét, de a krónikások szokása szerint a szövegben még mindig latin szavakban írta ki az évszámokat. A segesvári evangélikus templom a hegytetőn áll, ezért gyakran hegyi templomnak is nevezik. Bent sok érdekességet láthatunk. A hegyi templom régi harangját a toronyból hozták le ide a hajóba. Érdekes, hogy Erdélyben sok helyen még az arab számokat használó és terjesztő nyomtatott könyvek megjelenése után is római számokat használtak. A hegyi templom harangján is betűszámokkal látjuk az öntési évet MCCCC, vagyis 1400, LXXXVI 86, 1486. Turóczi János 1488-ban fejezte be a magyarok krónikáját, amit latin nyelven írt meg. Nagyon ritkán használ arab vagy római számjegyeket, az évszámokat ő is szavakban írja le, latinul. A Csíkszentmártoni római katolikus templom 1814-ben épült barokk stílusban egy régebbi templom helyébe, amit 1802-ben lebontottak. Legrégebbi harangja 1495-ből van. Nagyon érdekes a csíkszentmártoni régi harang számfelirata, ahol még nem a kivonásos módszert használták, vagyis nem a százas elé írtak egy tízest, hanem az összeadásos módszert, azaz az 50-es után szúrtak be 4x-et. Miközben Európában már jó másfél évezrede a római számokat használták, Ázsiában teljesen más számolási rendszer alakult ki, és más számjegyek. Legkorábban a kínaiak, majd 200 körül a hinduk is kitaláltak egy új számítási rendszert. Világnézetükből adódóan a hinduk időbeosztásában nagyon nagy számok szerepeltek, és azokat valahogy le kellett írni. Szerintük például a világ nem néhány ezer éves, ahogyan a zsidó-keresztény kultúrkörben tartják, hanem több milliárd éves, ahogy a mai tudomány is állítja. 300 körül a hinduk bevezették a brahmi számjegyekkel a tízes számrendszert és a helyértékű számírást. Arab közvetítéssel jutott el Európába a 10-11. Században. Például 1867 esetén a 7-es az egyesek helyét jelképezi, a 6-os a 10-esek helyét, vagyis ő a 60, a 8-as a 100-asok helyét jelenti, ő a 800, és legvégül pedig az 1-es az 1000-esek helyét jelenti, ami azt jelenti, hogy minden egyes helynek megvan a hozzárendelt helyi értéke. A hindu-arab számírás előnye az,
hogy nagyobb számokat könnyebben le tudunk írni, illetve műveleteket sokkal könnyebben tudunk végezni velük. A 800-as években az indiai matematikai könyvekből ihletődve Mohamed ibn al-Khwarizmi összefoglalja az addigi matematikai ismereteket és kiadja a híres Algebra könyvét, a mai algebra alapkönyvét. Európába a spanyolországi mórok révén került be a 10. században az új arab matematika és számjegyeik. Emiatt az eredetileg hindu számjegyeket tévesen arab számoknak nevezzük. A népvándorlások pusztításai után éppen ezekben a századokban alakulnak ki az európai városok is, amelyekben iparosok és kereskedők tömörülnek, egyetemek jönnek létre. A termelés, az árucsere és a pénzgazdálkodás új formái a matematika fejlődéséhez vezettek. Al-Khwarizmi könyvét lefordítják latinra. Mi itt egy 1831-es angol fordítást látunk. Az algebra szóból alakul ki a mai algebra szó. Sőt, Al-Khwarizmi nevének kiejtéséből alakult az algoritmus szó is, amely manapság valamilyen számolási procedúrát jelent. E számrendszer első európai hirdetője a francia Gerbert bencés szerzetes volt, a későbbi második Szilveszter pápa, aki szerzetesként az arab fennhatóság alatt levő marokkói Fez város egyetemén tanult, többek közt matematikát és csillagászatot. Ugyanazokban az években, a 976-ban megjelent Codex Vigilianusban találjuk meg először Európában az arab számjegyeket. Ezeket a számjegyeket próbálta terjeszteni a 980-as évektől az igen művelt pápa, aki közben geometriai könyvet is írt. Nem tudjuk, mekkora sikerrel járt az igyekezete, ugyanis rövid pápaságát megtörő halála után elterjedt a matematikus pápáról, hogy az ördöggel cimborált volna. Valamivel sikeresebb volt ebben egy másik, ugyancsak arab kultúrán nevelkedett európai atyafi. A hindu-arab számolási rendszert egy itáliai matematikus kezdte el terjeszteni Európában. Felismerte ugyanis ennek óriási előnyét az egyeduralkodó római számírással szemben, amelyben nem lehetett matematikai műveleteket végezni, és amely nem ismerte a nullát sem. Leonardo da Pisa, ismertebb nevén Fibonacci, azaz Bonacci fia, a mór fennhatóság alatt levő Marokkóban nevelkedett, ugyanis édesapja kereskedő volt, Pisa városának kereskedelmi képviselője az arab világban. Fibonacci az arab tanáraitól ismerte meg az indo-arab számírást, és teljesen meggyőződött előnyeiről. Miután hazaköltözött Olaszországba, megpróbálta terjeszteni a sokkal hatékonyabb arab számírást és számolási rendszert, amellyel már egyenleteket is meg lehetett oldani. Legnevezetesebb munkája 1202-ben jelent meg, a Liber Abaci, azaz könyv az abakuszról. Ebben az arab számokkal való számolás előnyeit mutatja be az abakusszal való számolással szemben. Akkoriban nem volt nyomdagép, a könyvek csak kézzel írt másolatok útján terjedtek. Fibonacci könyve mégis nagy vizet kavart fel Európa szerte. Egyesek ellenkeztek vele, mások, akik felismerték, hogy sokkal könnyebben lehet számításokat végezni az új számrendszerben, védelmükbe vették és pártolták. Furcsa módon éppen a pénzváltók, a kereskedők és az adószedők, akiknek a munkáját könnyítette volna a helyértékű számjegyírás, azok ellenezték a legjobban az arab számjegyek bevezetését a rómaiak helyébe.
Az ok, amire hivatkoztak, az volt, hogy az üzleti könyveket, amelyeket akkoriban még kézzel írtak, sokkal egyszerűbb úgymond meghamisítani, ha az összegeket arab számokkal vezetik be. Hiszen csak egy nullást kell a szám végére beszúrni, és ezzel a szám értéke már is tízszeresére nő. Tény és való, hogy a római számokkal ez csak ugyan nem lehetséges. Az összetűzés a kétféle számrendszer hívei között olyan heves volt, hogy például 1299-ben Firenzében, Európa pénzügyi központjában egyenesen betiltották az arab számok használatát. Így a nyilvánvaló gyakorlati előnyei ellenére két évszázadig megrekedt az arab számok bevezetése Európában. Megrekedt viszont ezzel a tudomány fejlődése is. A nyomda feltalálása volt az az esemény, amely kimozdította a helyzetet a holdpontból. Gutenberg találmányával sokszorosítani lehetett a kéziratokat. A nyomdatermékek első helyén a Biblia állt, utána legnagyobb számban a kalendáriumok, a harmadik helyen pedig az új számolást ismertető számolókönyvek. Egyre többen ismerték meg az indo-arab számjegyeket, és látták be előnyeit a római számírással szemben. A számolókönyvek egy már égető szükségletet elégítettek ki, a reneszánsz és az első technikai forradalom után fejlődésnek indult városok, kisiparos céhek, egyetemek, kolostorok előrehaladásának az igényeit. 1474-ben adta ki Regio Montanus az első nyomtatott kalendáriumot. Ebben már az indo-arab számjegyeket használta. Ennek a mintájára készültek a többi kalendáriumok, amelyek így mind hozzájárultak az új számjegyek elterjedéséhez. Így a 15. században az arab számok lassan kezdték kiszorítani a római számokat. Ezt a folyamatot ábrázolja allegorikusan a középkori aritmetika istennő, aki összehasonlítja az abakusszal az arab számokkal való számítási módszereket. Ruhájának dísze már előre jelzi a megmérettetés eredményét. 400 év kellett tehát, hogy Európa elfogadja az arab számírást a római helyett. Ez a folyamat ismerhető fel és követhető nyomon Erdélyben is. Erdélyben a történelem viszontagságai folytán a gyakori háborúk, pusztítások és felégetések miatt nem nagyon maradtak fenn Árpád-kori iratok. Ami papírra volt írva, majdnem minden elpusztult. Inkább olyasmi maradt fenn, ami nehezen pusztulhatott el, kőbe vésett vagy fénybe öntött feliratok. Az arab számjegyeket az elején bátortalanul vegyesen használták a római számjegyekkel. A legrégebbi ilyen vegyes szám a Szebeni Bruckenthal Múzeumban található, egy kéziratban látjuk az 1418-as évszámot. Mille, azaz római ezer, négy darab C, azaz római százas, és arab számokkal 18. 1418. Ugyanitt találunk egy hasonlóan írt 1429-es évszámot is. M, római ezres, és 400-as, majd arab számjegyekkel 29. Akkoriban még nem a mai arab számjegyeket alkalmazták, hiszen nem létezett még Európában egy egységes számjegyírásmód. Az arab számjegyek régebbi változatait használták Erdélyben is. Még bátortalan lépések voltak, ezek vegyesen használták a római számokkal. A talán legrégebbi ilyen számfelirat a magyar valkói templom falán látható.
Magyar Valkó temploma eredetileg románkori épület volt. A 15. században a romanikus szentélyt átalakították keresztboltozatos gótikus szentélyé. Ennek a nagy átalakításnak az időpontját jelzi ez az évszám itt a villámhárító mögött. A egyesek 1407-nek olvassák, az ezres helyén csak egy nagy római egyes látható, majd a megcsonkított 8-ashoz hasonlító régi arab 4-es, utána pedig V-I-I, ezért olvassák 7-esnek. De ha jobban megfigyeljük, itt egy elválasztó jel látható a V és a két I között, ami azt jelenti, hogy a római 5-ös és a 2-es külön értelmezendő. Mivel az arab 4-es helyértékű és 400-at jelent, következik, ami egyébként egyedülálló, hogy a római 5-ösnek is helyértéket adott a számíró, tehát 50-et jelent, 1452. Tehát nem 1402, ahogyan sok helyen értelmezik. Már csak azért sem, mert a templom történetéből tudjuk, hogy 1452-ben bővítette ki a Valkai család a kiskápolnát a támpilléres szentéllyel, ahova be van vésve a kérdéses évszám. Sok érdekes példa van még a vegyes számírásra. A Kalota Szentkirályi református templom harangjai az 1848-as nagy pusztuláskor elolvadtak. 1916-ban az ágyuknak beszolgáltatott harangok közül a magyar kormány adott a templomnak egy régi harangot. Ez 1951-ben megrepett, és régi formájának és díszeinek megtartásával újraöntötték. Itt egy zarándok jelvény látható, a Szent Fiának testét ölében tartó Mária alakja, tehát egyféle piéta. És fölötte gyönyörűen látszik a vegyes írással készült évszám MCCCC81, vagyis 1481. Hasonló a helyzet Magyarlónán. A református templom harangja már nincs meg, 1958-ban újra öntötték. Debreceni László rajzolta meg a feliratot még a 30-as években. Amint látjuk, itt egyetlen egy helyértékű arab szám furakodott be a római számjegyek közé, a 8-as. 1482. Kőhalom, régi szászváros. Az evangélikus templom harangját 1488-ban öntötték Nagyszebenben. Itt látható az évszám, M betű a római ezres, 4C betű a római 400, egy arab 8-as jobbról második helyen, ami a helyérték szerint 80-at jelent, és az utolsó számjegy egy római 8-as, azaz 1488. Nagyon érdekes Dipsén a napóra. A ma az ortodoxok által használt gótikus templomot eredetileg a szászok építették, 1489-ben fejezték be. Akkor kerülhetett rá a napóra is, hiszen a számjegyei arra a korra vallanak. A napórán láthatjuk az óraszámokat. Itt a régi arab 7-es, a 8-as és a 9-es, római 10-es és 11-es, de ez utóbbit hibásan fordítva írták fel. Megint arab 12, 1 és 2-es, a nagy Z betű. És újból római 3-as és 4-es. A római 4-es is nagyon érdekes, nem a kivonásos módszert használták, a V előtt egy I, azaz 5-1, hanem a sokkal egyszerűbb összeadást, 4-1-est, talán hogy a festő se hibázzon, mint a 11-esnél, amit fordítva írt. Vagy az egyszerű paraszt is könnyen le tudja olvasni a számot, ne bonyolódjon bele a kivonásba. A Székelyföldön is találunk ilyen vegyes számokat, amelyekben még régi arab számjegyek is találhatók.
sepsi kijéni templomot az 1473-as földrengés után újraépítették, megmagasították. A munkálatokat 1497-ben fejezték be. A kijéni unitárius templom gótikus bejáratán is van egy ilyen vegyes felirat. Ebben már több az arab számjegy. Az ezres még a római M, de a 497 már arab számokkal van írva, nyilván a régebbi arab számjegyekkel. Egyes helyeken ezt 1427-nek értelmezik, a harmadik számjegyet ugyanis kettősnek tekintik, pedig ez talán inkább egy kidíszített kilences, ugyanis akkoriban a kettős nem volt ilyen gömbölyded, inkább egy nagy Z betűre hasonlított. Érdekes a régi négyes számjegy, amely egy nyolcasnak a felső feléhez hasonlít, a régi hetes pedig egy sátorhoz. Nem messze Kolozsvártól van magyar fenes. A templomja nem nagyon régi, de a harangja igen. Végül a magyar fenesi katolikus templom harangján is láthatunk régi arab számjegyeket. Egy négyest, egy nullást és egy ötöst, elől pedig egy római ezrest. Ezt elég nehéz megfejteni, ha jobbról balra olvasnánk, vagyis az erdélyi rovás írás irányát követnénk, akkor talán 1504. Nem tudjuk, hol öntötték a harangot, így kevés az információnk az évszám megfejtéséhez is. A magyarigeni barokk templom 1781-ben épült. Régi harangja elpusztult az első világháborúban. A vegyes számjegyű 1523-as évszám már csak a könyvekben maradt meg. M5Z3. Ugyanaz az évszám megtalálható viszont egy másik harangon, Kajántón. A harangot tulajdonképpen Fejérden találták az 1890-es években, a földben elásva. Majd 2010-ben áthozták Kajántóra biztonsági okokból. Az M a római ezres, ötös, a Z a kettes és hármas, azaz 1523. Ez az egyik legkésőbbi évszám, amelyben még találunk római számjegyet. Kölő Miklós műépítész átfogóan látja Székelyföld építészeti, tájépítészeti és urbanisztikai kihívásait, fontosnak tartja a hagyományokra épülő helyi erőforrások felhasználását. Publikációkban, könyvekben, előadásokon hangsúlyozza az ökoregionalizmus fontosságát és közösségi ügynek tekinti az építészetet, úgy tervez, hogy a kultúrtájnak nevezett környezet része legyen az épületeknek. Életrajzán kívül olykor sajátságos elképzeléseit, ezek gyakorlati megvalósítását ismerhetik meg a most következő portrériportunkból. Thank you.
Gyergyó Csomafalván ültünk le beszélgetni egy több generációs portán. Mit jelentett neked ez a környezet, vagy mit jelent a mai napig? Hát ez egy óriási közösség volt, mert itt voltak nagyszüleim, és akkor nem voltunk magunkra. Tehát egy ilyen több generációs családnak van előnye, hátránya. Én azt gondolom, hogy ez egy jó válasz volt akkor annak idején, és ma sem egy rossz válasz. Tehát hozta az életem úgy, hogy amikor meghalt a feleségem, akkor a gyerekekkel így sokkal könnyebb volt egy adott pillanatban, hogy tudtam, hogy nem egyedül vannak otthon, hanem ott vannak a nagyszülők. Ugye, és akkor... Hát ennek van, mai napig együtt vagyunk. Hát vannak, hogy mondjam, nem az vagy, csak te becsukod a kaput magad mögött, és akkor otthon vagy, hanem van egy csomó tényező, amit figyelembe kell venni, és van egy csomó minden, amit együtt lehet csinálni. És... Na, én ebben nőttem bele, és úgy néz ki, hogy a gyerekeim is ebben nőttek bele mostanig. Aztán lássuk, hogy kinek merre alakul a sorsa. Bukarestben voltál nagyon sok ideig. Én szerettem Bukarestet. Tehát egyrészt a pezsgést, másrészt ugye szakmailag és urbanisztikai szempontjából azt a világot, ami ott van, mert az egyszerre kelet és nyugat, tehát míg a terei azok nem léteznek gyakorlatilag, csak utcák vannak, tehát pont úgy, mint Isztambulnak. Jó részt az épületállománya nyugati, és ez a kettő együtt valami nagyon, nagyon színes. De hát ez volt egy egyetemista élet, egy pezsgés, és később az első éveket, amikor ott dolgoztam, akkor tehát jó élet volt, én szerettem akkor. Hát persze azért nyaranta mindig itthon voltam, tehát volt egy kicsi pótlás, de nem igaz, hogy nem tudtam volna élni egy nagyvárosi környezetben, csak hogy most így már megszoktam ezt a vidéki környezetet, akkor ennek a csendjét, a nyugalmát, a végtelen idejét, ami még létezik, azt hiányolnám. Itt jobban érzed a természetnek a ritmusát, tehát itt az ablakon, ahogy kitekintek, akkor látom, hogy na most már ügyeznek a fák, éppen megpattanna a ügy, vagy nem, és akkor ennek van egy periodicitása, tehát nem az van, hogy jussz egy teljesen városi, minerális környezetben is, és akkor hát már nem tudod, hogy reggel van, vagy este van, és a ciklussága a dolognak az, hogy hát már ismét történt valami, nem jött a busz rendes időben, vagy a metró, és már megint, hát ezek itt nem fordulnak el, itt más az élet. Rendben, rendben, rendben. Jó. Ez alatt elindul a számítógép is, látod. Úgy röviden... Nézd csak ide. Itt a kézivásárhelyi központ, a központban mi történik. Az udvarterek hogy alakulnak, szocialista terveket készíted az ember levéltárból. A rakás archív fotó összekerül, és akkor sár van, és hogy kezdenek járni a városba, hogy kövezik le, hogy ültetnek fákat. Tehát ezek a kis rajzok, amiket mutattam, az igazából itt rengeteg adat van. Az egyetemen is tanítottam, de az egyetemen az igazából akkor nagyon-nagyon keveset fizettek kezdő oktatónak. Hát abból nem tudtam volna a lakásomat fenntartani akkor. Hát én nem akartam kivitelezésbe dolgozni, de nagyon hasznosnak tartottam azt, hogy egy közép-európai szintű vállalatnak láttam a beruházásait, és akkor ez egy jó tapasztalat volt, amit az egyetem nem tanított meg. De... hát az akkori barátnőm akkor ő már költözött volna vissza a Gyergyóba. Itt volt egy főépítési állás, akkor meghirdetve, amiben én láttam akkor fantáziát, és hát nem mondom, hogy hosszas vacilálás után, de egy bizonyos időszak után úgy döntöttem, hogy akkor hát hazajövök. Ez nagyon meglepődött mindenki akkor, hát vidékre, ott nincsen semmi, nincs amit ott menni, tehát volt három nagyon-nagyon jó barátom, együtt nagyon sok mindent csináltunk, és kicsit ők is nézték, hogy hú, hát itt
valami nem kerek ebben a történetben. Aztán évtizedek múlva most már eljönnek és látják, és egy kicsit mondják, hogy hát tehát, hogy jól döntöttél. Tehát ez most nem azt jelentette. Ugye egyik az egyik építészeti folyóiratnak a főszerkesztő, másik rektor az egyetemen, másik megint Franciaországban van, ő elment, és szintén egyetemi szférában tanít. Hát egy kicsit ugrás volt ez az ismeretlenbe, hogy vajon mi lesz, de azért itt voltak a hegyek, meg itt volt ez a vidék, ezt értettem, és nem volt könnyű. Akkor az nem volt az elején könnyű, mert ez egy olyan zóna volt ez, ahol építészre nem volt szükség. Akkor mindenki tudott valamit építeni, meg rengeteg jó és korszerű ötlettel tudtam hazajönni az egyetemről, és láttam azt a stratégiai lehetőséget, hogy mit lehetne dolgozni. Sikerült is tanácshatározatokon átvinni azt, hogy a műemléki védettségen túl legyenek a város értékei részben védve, ez részben támogatva legyen. De ez kisváros volt, és akkor bizonyos döntéseket nem vállaltak fel olyan szinten, hogy azzal lépni lehessen, és hogyha azt nem időbe teszed meg, akkor később már hiába teszed. Tehát egyfajta közeg inercia miatt ott nem tudtam folytatni a munkámat, és akkor jött a következő lépés, amikor onnan kiválva elkezdtem a tényleges hát szabadúszást. Mert akkor még nem volt ez kötelező, de úgy tartottam etikusnak, hogy amíg főépítész vagyok, addig nem tervezek gyakorlatilag. Tehát, hogy még annak a gyanúja sem merüljön fel, hogy esetleg mások tervébe azért kapok kifogást, hogy inkább engem válasszanak, és tehát ez nem volt kérdés. De akkor elkezdődött kisebb családi házakkal, kisebb problématikával, néhány önkormányzati kisebb munkával. Tehát ez így lett annak idején, hát még 2007-ben kitalálva. Én egy épületet bele lehet tenni úgy a településképbe, hogy látod, hogy ott van, mert hát ott van, de nem zavaró. A domboldal fele, az öltető, a gyep, az egyrészt településképi szempontból egy megoldás, másrészt pedig ezt a részét az épületnek hűvösen tartja. Tehát van egy épületem, amelyik egyik felülről napot tudok beengedni, meleget, a másik felülről meg hideget. És mikor melyikre szükségem van, akkor azzal a központi teret tudom temperálni. Nagy kihívás az a padló volt, mert ha megnézitek, akkor ez egy fapadló, tehát egy deszkapadló, de rugalmas padló, ami kiméri a lábat. Tehát azt jelenti, hogy nem mindig az új betonra telepített szőnyeg a megoldás, hanem vannak hagyományos megoldások. Na most a teremnek, amit láttok itt fent, a fesztávja 28 méter. Egy történeti szerkezetnek a feltámasztása, oikosznak hívják. Ez nagyjából akkor élte az első virágkorát, amikor efelé tervezték a pályaudvarokat. Pont olyan, mint a jurtának a fala. Tehát a laza kötés miatt mindenütt egyenletesen oszlik szét a feszültség. Tehát azt jelenti, hogy a háló, hogyha sérülne egy pár szeme, akkor is megmaradna, tehát nem omolna be. Ennek a teremnek, a Nastassja korszak Bádog torna teremhez képest, a játéktér az teljesen a standard kézilabda játéktér, tehát nem rövidebb. Tehát így edzőtáborozásokra is nagyon szívesen használják. A túlról a lelátorról, hogyha filmeződik, akkor pont a Ferences Kolostor látszik az ablakon. Tehát ilyen szerencsésen bejönnek ezek a dolgok. Ezt egy 1917-es német légi katonai felvételről jöttünk rá, hogy itt több is van, mint ami. Tehát már falkutatás előtt tudtuk azt, hogy mit kell keresni. Na most ebből az állapotból fog visszafestődni oda, ez a középső rész. Van az a fekete lemezés, van az a piros tető, és a kettő nagyon harsány egymás mellett. Ez most zavaró, ezért mondom, hogy lépésenként összerakódik. Amikor bejön ez a zakota felület a maga ilyen vibrálásával, akkor egy nagyon nyugodt lesz az, amit most látsz. Tehát minden relatív ebben a dologban. Hát egy körülbelül 5 év múlva befejeződik. Aha. Tehát ugye kevés az erőforrása a kolostornak, de van egy koncepciója, és akkor lépésről lépésre tud haladni, és akkor mikor mennyit lehet, akkor annyit. Az egyik segéd
eszköze a restaurálásnak az a falkutatás, és itt látszik a falazatnak a gótikus felülete és a díszítő kifestés, ami igazából a hajón is végigmegy. Erre jön rá az a barokk, ami itt látszik a portikuszon, egy nagyon kvalitásos barokk, az marad barokknak, és akkor a kettőt összességébe kell megmutassuk. És akkor ez a második műemlék, ami meghatározó abban a környezetben, ahol több munkánk is van. Azt fogjuk lehet megnézni, hogy az újak telepítésekor ezeket hogy lehet tovább éltetni a településképben ezeket a dolgokat. Azon a helyen állunk, egyszerre látszik a három A kategóriás, tehát nemzeti fontosságú műemléke a falunak, a katolikus templom, a ferences kolostor, illetve a Lázár kastély. Az egyik tipikus dolog, ami foglalkoztat minket, az, hogy a kultúrtáj, ami háttérben egy passzpartuként itt van, az hogy jelenik meg az épületeken, és általában nagyon jó célirányzott kitekintésekkel, és ezekkel az áttörésekkel, amikor átsejlik rajta, és része az épületnek, ez egy nagyon jó hasznosítható eleme a tájnak, tehát azt látjuk, hogy nem muszáj az épületek nagyon harsányak legyenek, a kevesebb az több, az kicsi az szép, az egyszerű a luxus című fogalmakot azt hálálja meg, hogy szép a táj, és akkor, hogyha megfelelő alázattal nyúltál hozzá, akkor ez felfele húzza az egészet, és az összkép az, hogy hű, de nagyon jó. Külön nehézség volt, hogy a helyszínen itt voltak ezek a nagy öreg fák, és úgy kellett az óvoda épületet egy nagyon szűk területre becselezni az épületet, hogy ne csak a három műemléket, hanem a három fát is tartsuk meg a területen. És azért minimalista, mert a költségvetése minimális, kevés. És akkor ebből a maximumot hogy lehet kihozni? Ez egy kis kérdés mindig, és ez izgalmas mindig minden projekten. Nem akartam restaurálással foglalkozni, de láttam, hogy ezt nem csinálja senki, mégiscsak ez is felkerült a palettára. Abban, hogy építészetben, restaurálásban, urbanisztikában, toppolnegyé és mindent tudjál, az lehetetlen. De hogy ezekből azok a területek, amelyek vidéken szükségesek, és ezeket összefogni és egységesen tekinteni erre, tehát egy értékláncként látni ezt, a folyamatot, de az lehetséges. És minket az, hogy Gyergyóban dolgoztunk, nem volt annyi pénz sohasem, tehát kis beruházások voltak, hogy a régit meg kellett becsinálni, tovább kellett gondolni. Ez egyfajta gondolkodásra kényszerített már a 2008-as gazdasági válság előtt. Tehát, hogy becsült meg, ami van, és azt próbál tovább gondolni. A váltságnak volt egy kihozanító hatása, egy lehetősége, és ugye amikor a romániai társadalom felfedezi a vidéket, mert most divat lett a vidéket, tehát a Covid előtt már két évvel beszéltünk arról, hogy eléggé kezdtek foglalkozni a vidékkel, a hagyományokkal ezzel a zonával, akkor nekünk már egy elég óriási lépés előnyünk volt, tehát mi az, hogy vidéken kellett dolgozzunk, szinte ösztönösen csináltunk nagyon sok dolgot, és az egyik ilyen dolog az volt, hogy a marketingben azt mondják, hogy ha valamivel nem tudsz első vagy második lenni, akkor hozzál létre egy új kategóriát. Hát mi óhatatlanul erre a vidék kategóriá fele voltunk terelve, és nem azt jelentette ez, hogy akkor feltétlenül annyira zseniális volt, amit mi csináltunk, de mivel más nem csinált ezt, azért egy elég óriási lépés előnyünk, tudás, tapasztalat felhalmozódott, és ez párosulva azzal a szerencsés helyzettel, hogy itt a hagyományos építészet fa is, most mi emlékvédelem fele kanyarodva a hagyományos anyagokat próbáljuk használni azért, mert a népi építészeti műemlékeknek a restauráláshoz kellenek ezek az anyagok, de nincsenek azok a mesterségek, amik gyártják ezt az anyagot, akkor nem lesznek az anyagok sem meg. Mi éltetve ezeket a mesterségeket, hogy meg tudjuk használni a restaurálásban, gyakorlatilag egy időkapu, vagyis az, hogy az a Székelyföldön még létező kézművesség, ami premodern állapotokat tükröz, tehát ez a premodern, az időkapu egyik oldalán, az időkapun beugorva, ez a poszt-posztmodern világban, amiben élünk, amikor megint felértékelődnek a kézműves mesterségek, ez jó hasznosítható, csak annyi különbséggel, most ezeket a mesterségeket nem kell újra teremteni, hanem vannak is tovább kell vinni. És ez megint egy nagyon jó felismerés volt.
A Tatárdombi emlékhely az kellett egy olyan épület, amelyik egyszerre oltár, de egyszerre szabadtéri színpad is. És akkor itt minden évben összegyűlnek, ugye, mert egy győztes csata után általában szoktak építeni egy templomot, egy kápolnát. Kicsit meredek volt az, hogy a színpadot sisakként megformázni, de az, hogy az a gondolat, ami a vértekben volt, hogy az anyag nem egyenes, hanem torzió. Ez a torzió gondolata és a sisak gondolata azért benne van az épületben, úgyhogy ez egy tájban van, és közt átlátszik a táj. Tehát feloldódik az épület a tájban, ez egy kezeletlen faj, szürke. Tehát egy beleszürkülő zsindely, pontosabban dránicával van fedve kívülről, és belülről pedig egy oikosznak nevezett történeti szerkezet van felújítva, ami a lényeg az, hogy 2 méteres deszka darabok, amit egy asztalos műhelyben évesre lehet gyalulni, ezekből van összerakva, tehát olcsó sikerült egy jelet, és egy jó használható funkciót oda letenni. 2014-ben az építészeti biennálén ezt díjra jelölték. Itt igazából ez a tájjal való beszélgetés, nem az oltárt nézed, hanem az oltáron átsejlő tájat látod benned, tehát egy feloldódás van. Hát igazából ezek a gondolatok. Írsz románul is, magyarul is? Az itteni embereknek kellene írjak, de az itteni emberekről írok románul románoknak, és magyarul magyaroknak, kifele. De ha egyiket románul írod, és a másikat magyarul írod, ahhoz, hogy mindennel mindig napra készen legyél, az 2-szer annyi időt vesz fel. És hát ez egy ilyen drág fenéje ennek a vidéki életnek, hogy nincsenek olyan kutatási pénzek, hogy akkor most azt mondod, hogy leülsz, és akkor csak írással foglalkozol, hanem az írás ez mellette van. Tehát a székelyföldi építészeti útmutató az is itteni embereknek íródott végső soron, de hát románul van, mert azt sikerült, azt a kamara finanszírozta, az építészkamara. De mesélem a házam az itteni embereknek íródott és magyarul, és a dolognak a paradoxonja, hogy most azt meg a Román Építész Szövetség fordítja romára most, és meg fog jelenni, reméljük, nem sokára. A Szászfalusi részén vagyunk, a falunak a központtól távol a belső részén. Ez egy új óvoda, gyakorlatilag a felújított iskola mellé költözött. Az óvoda az egy nevelés kérdése is, tehát hogyha az épületen fa van, és az épület körül fán játszanak, és ahhoz szoknak, akkor később ezt inkább tartják természetesnek, és egy választási lehetőségnek, egy opciónak, mint amit megszoktak, mint hogyha mondjuk, hogy csempe, vagy tégla, vagy beton, vagy más felületek vannak. A koncepció az egy óriási nagy tömeget jelentett volna, mert egy Waldorf térigényeknek megfelelő óvodát kellett megtervezni, ami egy picit fölé megy egy normális óvodának. És ezt úgy próbáltuk faluképp szempontjából megoldani, hogy tömegekre bontottuk az épületeket, tehát minden kis csoportnak, illetve a díszteremnek van egy külön tömbje, és ezt egy ilyen lapos tető és épületrész köti össze. A messziről, onnan az utcáról pont ez a csűrkép jött be, tehát a felpülésképben ez a csűrkép jelenik meg a deszka burkolataival. Köztes terek, amikben gondolkoztunk, tehát minden óvodai csoport igazából saját kis területre ki tud jönni, ami be van födve, tehát egy üveggel födött rész, vannak árnyéktartó oszlopok, tehát elsős időben is ki lehet jönni erre, szabadtéren megtartani egy kisebb foglalkozást, tehát az épület konformációja, a megalkotáshoz bátorítja, hogy minél többet legyenek levegőn. Ebből a célból a kert is úgy volt elképzelve, hogy van egy kis gyógynövényes kert, meg van egy kis gyümölcsös, hát ezek még nem alakultak oda, ahol a szándékaink voltak, de cserében nagyon spontánan és nagyon jól alakul az udvar, rengeteg játék van kint, tehát úgy látom, hogy szeretik ezt a helyet és berakják. Ha rájössz arra, hogy egy közösségben élsz, és építész vagy, tehát bizonyos szinten jobban látod a dolgokat, mint a közösség többi tagja, akkor rájössz, hogy valami olyat kell csinálni, ami másolható. Tehát ami nem feltétlenül arról szól, hogy te mit tudnál csinálni, hanem arról szól, hogy mit tudsz olyat csinálni, amit megértenek az emberek, és használni tudják.
És akkor az egyik dolog az, ugye, hogy van a székeknél hagyományosan a kaláka, tehát olyan anyagokat úgy kell használni, amit kalákából továbbra is be lehet dolgozni. A másik dolog az, hogy egy változó faluképben ember ott van az emlékeivel, hogy gyerekkorában mi volt, mert ez nem csak, hogy egy nagy családos porta volt, hanem ez úgy volt nagy családos porta, hogy nagyapám két testvére előttünk lakott, és nagyanyám két testvére mögöttünk lakott, és itt átjárható volt, és ezek nagyjából egyforma időbe épültek, ezek a házak egyformák voltak, amik az időben változtak ezek, és akkor rakás emlékkel is itt van az ember. És hát mit tud tenni azért, hogy valahogy kritikát is elmondjon, hogy nem feltétlenül a nagy házak a fontosak, amik majd üresek lesznek, hogy ha évszázadokig faházakban éltünk és faházakkal kereskedtünk, akkor most legalább az a réteg, amelyik faházakkal kereskedik, akkor az ne téglaházba lakjon, tehát az milyen reklám. Egy korszaknak a szinte az utolsó háza Csomafal van ezt. 1901 körüli, 1900-as évek legelejének a háza. Akkor ezt így a tanács örökbe fogadta gyakorlatilag, és felépítette hátul ezt a szociális otthont, miközben mindig az volt, hogy az első házat azt majd nem fogja bántani. Romlott az első háznak az állaga, sikerült egy olyan költségvetést hozzárendelni az önkormányzat, hogy restaurálás szinten lehetett dolgozni. Tehát ha megnézed az ajtót, akkor a régi ajtó van helyrehozva. Lepucolva. Hát el volt mecseredve, és akkor látod az a kis betoldás ott alul, az, hogy az nem mozduljon ki, és a nyílászárók is, amit lehetett, az meg vannak őrizve. Nincs az egész elem kicserélve alul az ablak alatt, hanem csak a fának az a része, ami elkorhat. Ez egy apró pepecs munka, de meghálálja. Élet volt benne, és jó élet volt, és ez az élet tovább gondolhatta a mának, és ezért szoktam általában mondani, hogy erdélyi értelmiségének erkölcsi csőd teljesen új házba költözni, tehát a régit kellene tovább gondolni, mert közösségi érzelmi és más töltetek szempontjából, amíg ez létezik, addig nem valahol vagyok a világban, hanem pontosan ott, ahol a kultúrám köt, és hogyha azt mondják, hogy a boldogság kultúra függő, akkor ennek a népi kultúrának a megőrzése, a tovább gondolása, végül is a boldogság keresést is jelenti. Nem a modern hagyománynak az ellentétje, hanem a haszontalan. Tehát minden, ami hasznos és mondjuk innováció, az beépül a hagyományba, és minden, ami haszontalan, az kikopik belőle. És ilyen szinten, hogyha egy régi épületet tovább lehet gondolni, és annak az nem annyira tökéletes funkcionalitását, mint mondjuk egy új háznak, egy jól megtervezett új háznak, lehet kombinálni azzal az esztétikai, történeti, eszmei, érzelmi és egyéb értékekkel, ami abban a házban van, akkor igen, ez egy óriási töbletet tud jelenteni, és ezért ez a csőd ebben, hogyha ezt eldobjunk, akkor semmivel maradunk. Tehát nem félek attól, hogy most újítani kell, vagy valamit, hanem ezt úgy teszem, hogy mindig úgy újítok, hogy közben a hagyományokat próbálom tovább gondolni. Egy olyan módon, ahogy nem azt, hogy nagyapám csinálta, hanem majd nagyapám csinálná. És ez volt nehéz. Tehát aki megértette, hogy a kijelentés mögött, hogy erkölcsi csőd új házat építeni, igazából nem az van, hogy költöz be egy múzeumban, hanem vedd az örökségedet, vedd azt a terhet, ami vele jár, és nézd meg, hogy hogyan tudod hasznosítani. Úgyhogy egyfajta identitást, karakteresség megmaradjon abból a világból, ami hát nekünk a lokálist jelenti itt, ebben a globalizációban. El van rejtve, az a mozgássérült feljárunk. A Detroit kápolna az egy létező épület. Volt ott iskola és kápolna egyszer, 1942-ben épült,
ezt kellett volna felújítani. A terveket úgy készítettük el, hogy a régi falaknak a megtartásával, de aztán úgy döntöttek, hogy ha valamit újból csinálnak, akkor inkább újat csinálnak, jobban bíznak abban. Egy útkereszteződésben van, és akkor valahogy mégis meg kellett oldani, hogy egy szakrális térbe lépsz be. Igazából harang alatt jövök be abba a térbe, az udvarba, és akkor ment ez az útmenti feszületkép fogad. Egy kis napcsapda igazából, tehát az is az épület fűtésében részt vesz. És akkor ott van ez a belső tér, amelyik hát igazából kizárja teljesen a külvilágot, de az az mégsem, mert az ablakon a felirat mögött mégiscsak ott látszik a virágzó gyümölcs, vagy ilyenkor tavasszal. És egy nagyon banális belső térre van, de nagyon szép anyaghasználat van, nagyon jól tudtunk dolgozni a helyi mesterekkel. Hát ugye mindent márványból akarnak csinálni, és akkor itt az oltár az egy egyszerű mészkő, tehát ugyanaz, ami Gyulafehérváron és megint a középkorban használtak. Tehát egy nagyon egyszerű mészkőből jön ki az oltár. Itt most jövünk ki, akkor a haranglábnál mutatnám azt, hogy ott az ajtó fölötti magasságban látod, eltűnik a burkolat. Tehát igazából a falukép jön be. Tehát nem egy masszív toronyként van, hanem a mögöttes háttér dolog, az megint átjön. Mit lehet csinálni abból, ami nemzetközi trend, és mit lehet ebből ezt úgy megcsinálni itt ebben a közösségben, hogy aki ezt megérti, akkor ne egy üres utánzás legyen, hanem a dolgoknak a lényegét tudja továbbvinni. Tehát, hogy a kicsi a szép, hogy az egyszerű a luxus, hogy a kevesebb az több, hogy ha helyi anyagot használsz, akkor az nem azt jelenti, hogy egy építőanyagkereskedő cég igazgatójának még két nap jutalom havai kirándulása lesz belőle, hanem igen, az a szomszéd, amelyik azt megcsinálja, a gyereket tudja gitárórára küldeni, vagy karate edzésre, vagy tehát a mesteremberek, ez a közösség, ez itt mind benne volt ebben a ház témában. Mert itt van ez a ház, ami, hogyha magasabb lenne, akkor elvenné a szüleim házától a fény. Ha hosszabb lenne, akkor a konyhából, ami a legfontosabb eleme egy székely családnak, a konyhából való kilátást vennél az udvarra, és úgy a tájnak arra a részéről. Tehát erre sem mehetsz, arra sem mehetsz nagyon sokat. Miközben hát akkor ugye családtervezés, és akkor hát négy gyereket szerettünk volna, és akkor az négy gyerekszobát jelent. Tehát a gyerekek azok együtt jól vannak. Mert a kisgyerekek úgyis veled akarnak lenni, tehát jönnek, bújnak hozzá, tehát ők nem akarnak leválni. És persze eljön az időszak, amikor le akarnak válni, tehát amikor már egyéniség, és akkor becsapja az ajtót az orrod előtt. De az, hogy becsapja az ajtót, az nem oldja meg a problémát. Igen, nőnek a gyerekek, tehát egy házat azt nem fixen kell nézni, és akkor most úgy vagyok, hogy a lányom az a mi hálószobánkban alszik, amikor itthon van, a fiúk azok a régi gyerekszobában alszanak, és én itt a kanapén, mert most vendég vagyok a saját házamban, amikor a gyerekeim itt vannak. De hát nincsenek mindig itt, mert már elmennek, tehát nekem nagy lesz ez a ház az emelet, én nem fogok feljárni. Ezeket a dolgokat úgy átlátni, és megérezni, hogy ez hogy működik, ezek mind-mind kihívások voltak. Rengeteg hangszer van a hátad mögött, azokon mind tudsz játszani? Hát igen, Öller Rágival a Lyceum Konszortban volt, és ez egy jó kísérletező műhely volt. Nem én voltam olyan szempontból annak az együttesnek a legerősebb tagja, de ez egy jó lehetőség volt, hogy zenélni, rálátni dolgokra, megélni azt a közösséget. És hát igen, rengeteg. Tehát bent az irodában is, amikor éppen egy kicsit lazítani akarok, akkor pár perc kézbe veszem, kollégák eltűrik. Ez egyfajta megnyugvás jelent. Tehát az ember megtanulja azt, hogy jó, dolgozik, rengeteget hajt, meg kell állni, haza kell jönni, és valahol még lazítani is kell aztán egy kicsit, mert ha nem tud ezt újra kezdeni. Most, hát ugye volt fotózás, volt, mindenféle volt, most a lazítás az rengetést jelent gyakorlatilag. Yeah, me catch
csanyargat, felesége nyomorgat, országunkba megyünk nagy pusztaságot tövének, farocs város tempomot, nekikben hallgatunk szódat, s mondnak, puszték lekégetnek, édes hazánkból kivárnak, téged is ingerlének, de mintha nem bírne a villet, téged is ingerlének, de mintha nem bírne a villet. Az idő és a pénz közül az időt választottuk, tehát a feleségem 12 évet volt itt a gyerekekkel. Utána elkezdett dolgozni, csak az már az élet úgy hozta, hogy ez nem volt az hosszú időszak, de nagyon sokat volt a gyerekekkel, és ebből az látszott, hogy nehéz pillanatokban, hogyha a gyerekek megkapták annak idején azt a szeretetet és azt a hátteret, amit később nehéz erodálni, akkor ez egy nagyon fontos dolog volt, és ez visszaigazolta. Na most... Hát végül is jó volt így. Igen, de ez a döntés az, hogy egyik itthon van, és nem dolgozik, ez igazából ez abban a fényben, hogy építkezni kell, hogy megvásároltuk az irodát, ez egy rakás nehéz helyzetet teremtett olyan értelemben, hogy... Anyagilag. Igen, hát igen, és nem azt mondom, hogy nélkülöztünk, itt voltak szüleim, volt egy támogatás, de nagyon-nagyon meg kellett gondolni, hogy mit, hova is teszed, és honnan teremted elő. Tehát ez józanságot jelentett, és akkor ebben a körben minden, ami segíteni tudott ezen, az segített. Tehát a kertészkedés, az olyan szintű kertészkedés, hogy az üvegház, és akkor tehát a fólia. Ez nem csak kertészkedés, hanem ez egy nyugtató dolog is. Tehát miközben gyomlász, ugye a napi problémát ugye elfüldeléd, vagy kialakult az, hogy inkább a terméket nem tejként adjuk el, hanem sajtként adjuk el. Aztán kialakult, hogy minek adjuk el sajtként, hogyha azt mi is meg tudjuk enni. Tehát diversifikálódott az, hogy mit készítünk, milyen sajtot. Akkor sajtkurzus volt mögötte, és akkor kiderült, hogy a jó minőségű sajt felesleg az csereberével értékesíthető, mert van, akitől más terméket kapunk. Rövid beszerzési lánc és tiszta élelmiszer az, ami itt vidéken viszonylag könnyen megvalósítható még ebben a világban is, és ez egy óriási dolog. Tehát hozott ez egyfajta önellátást. Tehát, hogy míg a ház az a tér, ami viszonylag jól hasznosítja a napot, és kevés fával fűthető, mert egy jó szigetelt, és alaposan végig gondolt felület, és hogy mikor, honnan süt a nap, és melyik napra süt, és mit árnyékolunk, és mit nem, és hogy megy a napcsapda. Tehát azzal sikerült leszorítani a fenntartási költségeit neki, mellette párhuzamosan pedig, hát igen, kialakult ez az élelmiszer biztonság, hogy hát ha most hónap bezár a Kaufland, akkor nem biztos, hogy kétségbe esek, mert még van. Na, de hát ez nem csak élelmiszerbiztonság, mert az, hogy tartasz egy lovat, az nincs ebbe a képbe benne. Mellett ült. Most látva, hogy jöttek el. Ez egy cseppentő fényre nyereg a tiszafüredi magyar. Nyeregből lett továbbfejlesztve. Nagy érdeklődéssel és szeretettel fogadta mindenki, kicsik és nagyok egyaránt, a gyergyói lovasokat, akik több évszázad harcművészetét mutatták be. Gyakorlatilag 9. és 18. századi könnyűlovassággal foglalkozunk, tehát egy kísérleti régészeti műhelyként, ahol fegyverfejlődést tudunk bemutatni, tehát így a szabja fejlődését, illetve az egyenes kardok fejlődését, fokos használatokat, fokos fejlődés, az íjnak a fejlődését, tehát a szkitaitól a tatárig, illetve hát párhuzamként az egyenes íjaknak a fejlődését, nyereg fejlődést, és a harci gyakorlatokat, harci technikákat. Tehát ma ilyen edzésgyakorlat volt, mert a terep szűk, és igazából lovas alakzatokat nem tudunk mutatni ekkor a területen. Csapattagjai azok azt vállalták fel, egyrészt a Csaba fiak, másrészt a csapatnak közel 3/4 barantázik is, és azt vállalták fel, hogy valamilyen szinten nagyon pontosan bedokumentálják, és
megpróbálják feleveníteni mindazt, amit a hagyományos székely hadrend, tehát a gyalogok, lófők, főemberek tudtak. Minden viseletünk az egy valamelyik viselet, létező viseletnek a lehető legfontosabb rekonstrukciója, így a fegyvereink is, tehát gyakorlatilag felevelednek korabeli fegyverek, csak így lehet pontosan megcsinálni velük azt, amit annak idején megcsináltak. Lovas kultúránkat próbáltuk feleveníteni. Hát nagyon sok helyre el lehetett ezt vinni. Ezt nem feltétlenül egy ilyen ősmagyarkodásnak nézték, mert mi gyakorlatilag egy ilyen 12. századtól a Habsburg Birodalom huszárságával, tehát a 48-as huszárokig elhozva ezt egy folyamatos történetet próbáltunk bemutatni, és akkor ez megint egy csapatmunka volt, mert volt, akinek fegyverei voltak, volt, akinek lovai voltak, volt, aki tudta, hogy ez hogy van. És ez egy nagyon jó működő műhely volt, mindaddig, amíg nem lett az embernek gyereke, és akkor már nem az van, hogy akkor megyünk hétvégén Szebenbe, vagy ki tudja, Gyulafehérváron, vagy más helyre, hanem ott kell lenni a gyerekekkel. Tehát gyakorlatilag ennek megvolt a józan felívelése, és megvolt a józan átalakulása, és mind az érdeklődési körömnek nagyon sok mindent. Tehát ugye volt, amikor a fotózás érdekelt, korábban régi zenéltem, akkor volt ez a lovas korszak, amikor én lovaztam, most a lányom lovazzik, ő már teljesen más szinten, tehát most ugye a természetes lógi képzés, és az, hogy bánsz a lóval, az egy másik történet, az tovább van ezen a paraszti kultúrán, mi már akkor kezdtünk ebbe az irányba átmenni, de ezt most nagyon jól folytatja a lovával. Az övé a ló? A lányodé? Hát igen. Tehát most már nem nekem kell a ló, hanem neki kell a ló, és egyelőre úgy is néz ki, hogy ebből akar tovább lépni, tehát gyógytornál szeretné lenni, és akkor később lovas terápiával foglalkozni. Ugye a II. Vatikáni zsinat az a körtemplom gondolatát veti fel a katolikus világban. Közösség és körbeülsz, kevesen is soknak tűnsz. Ez egy hálás megoldás, gyakorlatilag szeretik a templomot, tele van. Na most ez egy egykori útkereszteződésben van ez a templom, és az a lehetőség adódott, hogy a két végletét, tehát az utat igazából, ami átmegy ezen a téren, azt megtartva vizuálisan, igazából reggel és este, tehát amikor a rorát és a vecsérnye van, amikor a legkevesebb fény van kint, akkor jön be a legtöbb fény ebbe a templomban, mert akkor süt szinte abból az irányból a nap. Ugye ott van az oltár, és akkor áldozáskor megfordulnak az emberek, és akkor ez a nagyon színes világ, amelyik itt van, akkor válik valóban, de amikor süt a nap, akkor ilyen érdekes, szép színes fény sugarak jönnek be. Ez a középső rész egy hamis perspektívát hoz, amitől az oltár nagyobbnak tűnik. Ugye ott van ez a kis korona az oltáron, ami Szent István, maga az oltár ott van mögötte. A Detroit Haranglába az volt az első projekt, amelyikre díjat kaptunk, pro bono volt. Alapjában véve a Csengettyű az egy közösségi központ. Én nem tudtam a temetőbe egy haranglábra úgy tekinteni, mindegy erős közösségre. Tehát nekem nem az a célom, hogy nagyon sok ember a temetőben legyen, hanem én inkább az élet oldalát szeretném látni ennek. És akkor ezt a nagyon erős közösségi jelképet nem tudtam úgy megfogalmazni, mint egy klasszikus harangláb, hanem ezt úgy tudtam megfogalmazni, hogy mi nincs is ott gyakorlatilag. Tehát amikor bemegyünk a kapun, akkor csak ilyen két egymásnak támasztott deszkát látunk, ami lehetne bármelyik udvaron a száraz deszkát, közte átlátsz. Ott van a harang, kell, meg van védve a harang, de nekem nagyon diszkrét kis jelenléte van. Ez a kultúrtáj, amit létrejött, ez egy közösségi életformát tükröz. Ez az egy udvaron több
több generációs család, ez megint egy közösségi életformát tükröz, ami székekre, nagy állattartó népességre jellemző volt, és amit valamilyen szinten hát ebbe az irányba voltunk évszázadokon keresztül, hogy mondjam, terelve. Tehát ha megnézem Mátyás királynak a törvénykezéseit, akkor a hadbavonulást úgy szabályozza, hogy apa és a fiú egy portán él, akkor az egyik otthon marad. Tehát ez a székelyek gondolták, hogy inkább jobb ketten egy portán élni, hogy egyik itthon maradjon. És amikor kezdődik az, hogy hát most már nem elég a katonáskodás, az erdélyi fejedelemség létrejöttével, hanem most már tényleg pénzbe is kéne adót fizetni, be kellene szállni, hogy a porta fele fizetni, akkor nézed utána az összeírásokat, és akkor azt nézed, hogy hát Csomafalván 1567-ben volt 15 kapu, de 60 család élt a 15 kapu mögött. Tehát megint egy közösségi életforma, hogy mivel portánként fizetik az adót, ezért na, a port az meg kaput jelent latinul, tehát akkor így közösségbe én, és ezt mi így éltük meg, és így szoktuk meg ezt az egészet, akkor ez valahol a génekben benne van ez az egész. És ez is egyfajta hagyomány, és ezért nem látom értelmét ezen változtatni, mert igen, a közösség az egy háló, amit megtartsz. Tehát te is szerepet vállalsz abba, hogy megtartasz másokat is, és adott pillanatban ezt visszakapod is. Ez egy nem lebecsülendő dolog. Ritka, amikor információ van Gyergyóban, hogy voltak kifestve ezek a polgári házak, és 1907 utáni épített poros üvegboltozattal állunk szembe. A mészétegek lámpása utána a fal egy körülbelül ilyen állapotban van, amihez kell egy kis restaurátor szem. Szia! Jó munkát! Szia. Neked. Abból ezt tudják visszahozni a restaurálás során. Lassan ez ki fog festődni, és meg fogja élni a salát világát. Egy szecessziós lakásban vagyunk, egy egykori szecessziós lakásban ez a csapatunknak az irodája. Egyszer azt mondtam, hogy majd építész irodánk lesz, akkor biztosan ez a Bukaresti Egyetem falán levő Leonardo figura is bekerül, de hát ott van Kós Károly éppen az a portré tőle, amikor az ujját felemeli. Tehát itt a kerekasztalon szoktuk megbeszélgetni a dolgainkat. Ez egy ilyen jó ötletelő hely, itt nincsen főnök igazából, és egy nagyon kreatív hely. És hogyha valami nagy marhaságot akarunk csinálni, akkor úgy arra felé tekintünk, hogy hát ez most igaz-e vagy nem gyakorlatilag. Hányan dolgozunk? Amikor dolgozunk, akkor 17-en. Tehát mérnök kollégákkal, meg mindenki. Az egyik legjobb befektetés egy cégnél egy nagy konyhaasztal, mert ami nem a kerekasztal mellett tárgyalódik meg, az a konyhaasztal mellett tárgyalódik meg, és akkor hát ott teljesen más beszélgetések folynak, de segítenek abban, hogy megoldódjanak a problémák. Szerusztok, csak egy percre nézünk be, ha nem gond. Tehát itt van a konyha, és itt van ugye ez a fehér bútor, ahol ki tudunk szakadni ebből a körből. Tehát azok az emberek, akik hozzánk jönnek az irodába bedolgozni, azok mind ebből valahol az itthonmaradás, meg ilyen szemléletek zónából jönnek be, és ez egy nagyon jó dolog, hogy ez így tud történni. De hát mindenkinek van olyan pillanata, hogy meginog, és akkor mondja, hogy elmennek külföldre. Ha nem volna közösség, akkor én ezt a saját bőrömön ugye sajnos megtapasztaltam, akkor nehezebb helyzetben volnék, tehát akkor érzi az ember, amikor baj van, a segítséget a közösségnek. Tehát nem csak kapni, hanem adni is jó ebben a helyzetben. Úgyhogy a munkáink egy része az pro bono volt, irodailag is. Az érdekes, hogy ezek a pro bono munkák, ezek mindig valahogy végül csak nem pro bono-k lettek. Tehát az egyik kápolna restaurálásunk, azt teljesen ingyen csináltuk, és közösségére, és be is lobbant a közösség, tehát csak a tetőt kellett volna cserélni, de aztán minden meg lett.
az kapott egy építészeti díjat, és annak a díjából fizetődött ki igazából a tervezői honorárium. A másik meg az ugye nem hozott pénzjutalmat, de 2019-ben vagy 2020-ban, most már nem emlékszem, azt Péter Csabának készítettük, és egy kortárs európai díjra, Miss van der Rohe díjra jelölték azt a tervet. Tehát az meg szakmailag hozott egy óriási nagy előrelépést. Egy nagy épületet kellett letegyünk Szent Simonba. És a nagy épületeket szeretjük széttördelni apróra, de a lovardai kört, a körbefutó lovat, azt nem lehet sokszögesíteni, vagy félkör, aztán egy másik félkör. Tehát ott adva volt, és akkor azt találtuk ott ki, arra jöttünk rá, hogy a lécezés, hogyha nagyon sok lécezés van a felületen, amint között átlátsz, és körülötte mozogsz, akkor rajzszerűen pörög le a táj mögötte, és így tűnik el az épületnek egy része, és ezért lesz kisebb. Ez a fajta diszkréció és párbeszéd a környezettel és a kultúrtáj hasznosítása. Azt hiszem, hogy ennek a műhelynek, amelyiknek tagja vagyok, és ami ezt a vidéket próbálja érteni, ennek az egyik alapvető ismérve, hogy diszkrét, helyi anyagokat használ, keresi nagyon jól a párbeszédet a szomszédságokkal, tehát ha egy ház valahol megépül, akkor az mondja jó napot a szomszédnak. Nem egy erőt fitoktató, hanem egy ilyen kicsit szőrmentén létrejött építészet, racionális. Nem vagyunk mi a díszítés ellen, de hogyha annak a díszítésnek nincsen egy funkcionális szerepe, akkor azt nem tervezzük meg, mert nem fog megépülni, vagy ha meg is épül, akkor később nem fogják karban tartani, és nem az lesz az eredmény, amire számítunk. Úgyhogy végső soron a szegény ember abból főz, amilyen van. Húsz éves koromban, hogy az egyetemen látva, hogy miket csinálok, és hogy értékelnek a tanáraim, és ott voltunk négyen, és négyen együtt ezt jobban tudtuk csinálni. Hát, hogy azt gondoltam, hogy 30 éves koromban én egy híres építész leszek. Aztán 30 éves koromban kicsit változtattam ezen, hogy hát nem kerestem okokat, hogy vidékre jöttem, vagy valami, de változtattam azon, hogy hát 40 éves koromra hát lehet, hogy jó építész leszek. És akkor 40 éves koromban megint ezt újra kellett értékelni, hogy hát 50 éves koromra lehet, hogy építész leszek. És akkor ez egyfajta elengedése a dolgoknak, ami segítenek. De hát ez a csapat nélkül ez nem lett volna lehetséges, és ezek a kis ösztönös dolgok, amiket végigbeszélgetünk, hogy ez generáció különbség is van most köztem és a legfiatalabb között, mindig vannak közbeső láncszemek. Szakmailag a legnagyobb sikernek azt tartom, hogy van ez a csapat, akivel tudok dolgozni, és akivel leülünk, és partnerek vagyunk, és visszük tovább. Tehát a kihívás az, a legnagyobb kihívás, hogy ez fogja működni 10-15 év múlva, 20 év múlva. Ez vagy sikerül, vagy nem. Azon vagyunk, hogy ez működjön. Ez kell egy adag alázat, kell egy adag tapasztalat. Hogy mondjam, amikor az ember fiatal, és valamit csinál, és úgy látja, hogy jól csinálja, akkor azt harsányan mondja, és ahogy öregedik, és úgy jobban átlátja a dolgokat, úgy egyre halkabban. Tehát szeretnék egyre halkabban beszélgetni, és csak lényeges dolgokról. Maradjunk még a gyergyói tájakon. Mutatjuk az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő együttes, a Bagosi Brothers Company Visszajövök című klipjét. A dal 2019-ben villámgyorsan a magyar rádiók toplistáinak élvonalába került, rá egy évre pedig klip is készült hozzá, amelyet részben Budapesten, de javarészt Erdélyben forgattak. A főszereplőt, Tóth Sándor színművészt a magyar fővárosból Erdélybe tartó utazáson kíséri végig a kamera,
megmutatkoznak azok a tájak, ahol a Gyergyószent Miklósi zenekar tagjai igazán otthon érzik magukat, a Hagymáshegység, a Gyilkostó, a Békásszoros Szárhegy és Háromkút varázslatos vidéke. A dalban közreműködik a Gyergyószent Miklósi Salamon Ernő gimnázium kórusa is. Telik az idő, de nem késő még tár. Pár napa vártál, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet, ő és pár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már. Az autók állnak, a jégtől fagy az oszlopra száll. Szép ide, szép oda, Miklóson nem játék, a medve nem táncol, csak ő és bár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő. Kedves nézőink, mára be is fejezzük műsorunkat, holnap ugyancsak 3 órakor jelentkezünk. Addig is ajánlom figyelmükbe rögzített adásainkat és a műsorainkat illető egyéb információkat, melyeket a Magyar Adás nevű Facebook profilunkon találhatják meg. Adásunk végéig következő műsorainkból szemléztünk egy rövid előzetest. Minden jót kívánok, a holnap délutáni viszontlátásra! Thank you.
május 21-e után a nyomtatott sajtóban csak úgy, mint az online portálokon a Magyar Református Egység Napja címet viselő többnapos dél-erdélyi eseménysorozatot leginkább a nemrégiben kinevezett magyar államfő erdélyi látogatásaként, a hozzákapcsolódó román kormány reakciókként, Bethlen Gábor gyulafehérvári szobrának avatásaként, az egyik szociáldemokrata szenátor Avram Jankus tüntetéseként, Balogh Zoltán püspök leszerelő gesztusaként, vagy a 10 református templom jelentős magyarországi támogatással megvalósult felújításaként tematizálták. Mitagadás a média általában láthatólag nem törekedett túlságosan az objektivitásra, sőt gyakran a kattintásvadászat vélelme is felmerülhetett egy-egy szenzációsnak beállított, de önkényesen kiragadott mozzanat felnagyítása mentén. Ezt próbálja ellensúlyozni ez a riport. Arra szeretnénk a figyelmet ráirányítani, mit is kell magyar református egységen értenünk, mi a háttere, üzenete ennek az egységtörekvésnek, miért fontos szervezetileg és az egyházi élet egésze szempontjából a generális konvent, és miképpen kapcsolta össze az erdélyi református egyházkerülete kiemelkedő alkalmat a gyulafehérvári, illetve nagyenyedi iskola alapítás 400. fordulójával. Elmúlt 3,5 évből van itt egy pici válogatás. Azért is akartam ezt a 2019-től idáig levő dolgokat kiállítani, mert ugye akkor kezdődött valamikor úgy 2019-20 elején ez a világváltozás. Egy verseny, amit megnyertünk a Jazz Community szervezésében, vagy Jam Community szervezésében, és a nyeremény az volt, hogy egy 20 perces koncertfelvételt fognak készíteni velünk, és akkor most arra érkeztünk, és arra próbálunk éppen itt a fiúkkal. Canal și vântul rupe totul și pe mare niciun bar.